Köszöntöm a Pécsi Kör nézőit. Filmfesztivál, zeneszüret, Zrínyi Musical, ékszerek és irodalom. Ezekkel a témákkal készültünk mai adásunkban. Tartsanak velünk! Véget ért az idén a második alkalommal megrendezett Hét Domb Filmfesztivál. A zsűri 191 film közül választotta ki a legjobbakat, akiket 7 kategóriában díjaztak. Idén a határon túlról is érkeztek alkotások. Egy hét után ért véget a második alkalommal megrendezett Hét Domb Filmfesztivál. A zárógálát Komlón rendezték meg, ahol 7 kategóriában hirdettek győztest. Diák, ismeretterjesztő és természetfilm, animáció, dokumentumfilm, kis, illetve nagyjátékfilm, valamint egyéb. A szemlén egyébként 191 alkotás vett részt. A határon túliak is küldtek be, magyarok is, de horvátok is küldtek be horvát nyelvűt, amit végül is le kellett fordítani. Kárpátaljáról is, Erdélyből is, és Szlovákiából is küldtek be filmeket. Igaz, hogy ezek magyar nyelvűek voltak, de például a horvát országból 3 olyan alkotást is beküldtek, amit horvátul küldtek be. Lefordítattuk őket, és azokat is élvezhetik a Hét Domb Filmfesztivál nézői. Előválogatáson esnek át a filmek, és minden kategóriában, 7 kategóriáról beszélünk, minden kategóriában az első 10 kerül be a döntőbe. És azoknak a filmeknek a rendezőit elhívtuk a Hét Domb Filmfesztivál hétvégére, mostanra. És ez ugye 70 rendező, és körülbelül 55-en itt vannak a 70-ből. A zsűri tagja Koltai Róbert szerint kategóriákon belül is rengeteg változatos és érdekes film készült. Nagyon sok szép film volt, és főleg nagyon nagy öröm, hogy ilyen népszerű lett ez a tényleg kiváló filmfesztivál. Az volt az igazi nehézség, hogy úgy kellett értékelnünk, mert ugye találkoztunk az alkotókkal 2-szer is, úgy kellett értékelnünk, hogy nem volt szabad elmondani, hogy mi már tudjuk, mert mi előbb már eldöntöttük a végeredményt. Igazából ugyanúgy, mint az olimpián, itt a részvétel a legnagyobb dolog. Nekem még egy kicsit sok is volt, mert én azt hittem, hogy főleg játékfilmekről, meg kis játékfilmekről kell beszélgetnünk, de nagyon szépek voltak és izgalmasak a dokumentumfilmek. A kis játékfilmek között meg volt egy-két olyan, ami azt mutatta, hogy az illető rendezőből még kitelik majd néhány nagy film is. M. Kis Csabának ítélték oda a legjobb nagyjátékfilm elismerést Brazilok című filmjével. Az alkotás a cigány-magyar együttélés mindennapi kihívásait mutatja be humoros formában. Az előző díj, amit a brazilok kapott, az Indonéziából származik. Bali szigetén a Royal Bali Filmfesztiválnak hozta el a fődíját. És azóta is azon gondolkodom, hogy mi foghatta meg az indonézeket a brazilokban. És nem tudok másra gondolni, csak arra, hogy a Bali szigetén élő hindu kisebbség, ugye a nagy muzulmán tengerben egy hindu kisebbsége a Bali szigetén, szóval a szigeten, azt érezhette körülbelül, amit a Magyarországon élő cigányok érezhettek, amikor megnézték ezt a filmet. Azt gondolom, hogy a kisebbség és a többség viszonya az egy egyetemes probléma, nem csak Magyarországon létezik, hanem az egész világon, és nagyjából azóta, mióta az ember ember. Nem vagyok optimista, szerintem még nagyon sokáig létezni fog. 2 hete pedig a film miatt abba újban jártam. Az Magyarország egyik legelmaradottabb régiója, Szikszó és környéke. Ott vannak olyan falvak, amelyek már cigány többségűek, nagyon sok ilyen falu van, és ott rendezték a Made in Gypsistan nevű fesztivált, ahol szintén vetítették a brazilokat 4-szer, és a helyi cigány alkotóművészekkel beszélgettem. Azt nem kellett magyaráznom magamnak, hogy ők vajon mit láthatnak ebből a filmből. Szóval ezt a 2 nagy pillanatot emelném ki, egyébként sok szép pillanat közül, ami a brazilok pályafutását kísérte, és ezt a díjat is odarakom a szép pillanatok közé. Köszönöm szépen! A szemlére Enyedi Ildikó Testről és Lélekről című filmjét is nevezték. A mozi a fesztivál fődíját kapta. A rendezőstábunknak elmondta, meglepetésként érte nem csak a győzelem, hanem a nevezés is. Valószínűleg a producereink
észrevették, hogy létezik ez a nagyon-nagyon klassz kezdeményezés, nagyon friss fesztiválról beszélünk, úgyhogy én egy meglepett és boldog alkotó vagyok. Mi tulajdonképpen most már dolgozunk egy következőn, nagy izgalomban vagyunk, nagyon-nagyon keményen dolgozunk, és ebből ébresztett föl minket ez a kedves meghívás, és nagyon, nagyon más dolog otthon, hazai környezetben részt venni valami, nagyon, nem is tudom, nagyon szívmelengető, és nagyon jó érzés, hogy olyan helyen lenni, ami éppen valamit kezd felépíteni. A fődíj mellé 1 millió forint is jár. Enyedi Ildikó azt mondta, az összeget fiatal filmesek segítésére fordítja majd. Ékszerek és irodalom. Ezt a témát járták körül az alkotók egy ékszerüzlet pályázatán. Az irodalmi alkotások az ékszerkészítőket is megihlették. Ebből született tárlat a Pécsi Király utca kicsiny üzlethelyiségében. Dagad a karamell bódító lángján a vatta cukor. Grecsó Krisztián verséből egy rövid részlet, ami ennek a nyakláncnak a vatta cukor nyakéknek az elkészítését ihlette. Mi lehet ennél édesebb címmel hirdetett pályázatot ez a pécsi ékszerüzlet. Kortárs szerzők rövid írását várták erre, amik alapján dizájn ékszereket készítettek a művészek. Az irodalmárokat a bolt tulajdonosával közösen választották ki a szervezők. Lackvi János, Karafiát Orsolya, Grecsó Krisztián és Darvasi László került kiválasztásra, és gyakorlatilag nagyon nagy örömmel vállalták a felkérést, sőt olyannyira, hogy a Grecsó Krisztián és a Beck Zoli együtt nagyon sokat hozzá is tette ahhoz, hogy hogyan valósuljon meg például a megnyitó, tehát ilyen közös ötletelésé fajult a kiállítás gyakorlatilag. Az ékszertervezők közül, hát most így a teljesség igénye nélkül Abafi Klárit, Gera Noémit, Pál Zoltánt, Lenzsérmezei Katalint, Nádai Andreát, Huber Kingát említeném meg. Karafiát Orsi egy kis vicces történetet készített, illetve írt. Gyakorlatilag ő szeretne bemutatkozni, illetve azt szeretné elmondani a párjának egy ágyban, hogy ő miről szokott álmodni, és gyakorlatilag innen vezeti le azt, hogy mik azok az édes dolgok, amik ilyenkor az ő eszébe jutnak. Grecsó Krisztián a vattacukorról írt egy meglehetősen, hát számomra egy kicsit melankolikus költeményt. Darvasi László a nőkről értekezik általánosságban, illetve Lackvi János pedig egy az élet múlásáról beszél, de gyönyörűen, és ő is nagyon viccesen. Az ékszerkészítők pedig ezektől a szövegektől inspirálva alkották meg a kiállított tárgyakat. Gál Gyöngyvér ilyen cuki érdemrendeket készített a Karafiát Orsi szövegéből. Ezek új gyűrűk, illetve az pedig egy szájékszer. A különleges ékszertárlathoz pályázati támogatást kaptak a szervezők. Az elkészült irodalmi műveket is megismerhetik majd a látogatók színművész tolmácsolásában. A kiállítás egyébként a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával valósult meg. A támogatás keretében katalógus fog készülni, és több nyomtatott anyag is. A kiállításhoz kapcsolódik egy felolvasóest, amit szeptember 21-én rendezünk, és itt az ékszerbolttal szemközti kávézóban várunk mindenkit szeretettel este 17:30. A felolvasóestre Györfi Anna művésznőt kértük fel, aki örömmel vállalta a feladatot, illetve fontos elmondani még, hogy a Budapesti Ékszerek Éjszakára rendezvény keretén belül ez az egyetlen vidéki helyszín, ahol kortárs ékszereket lehet megtekinteni. Aki szeretné megnézni közelebbről az elkészült műveket, Pécs belvárosában keresse a tárlatot. A Király utcában található az irodalmat és az ékszerkészítőket összehozó üzlet. Különös találkozás. Ezzel a címmel rendeztek koncertet a Zeneszüret Fesztivál keretében. A Széchenyi téren hazai és külföldi előadók is színpadra léptek, a hangversenyt pedig tűzijáték koronázta.
Harangszóra a közönség és a zenészek is elfoglalták helyüket. Különös találkozás címmel szerveztek koncertet a Széchenyi téren. A hangversenyt a Zeneszület Fesztivál keretében hallhatták a résztvevők. A színpadon a Szegedi Szimfonikus Zenekar Zsigmond Gróven szájharmonika művész és Szamosi Szabolcs orgona művész mutatkozott be. A Zeneszület Fesztivál már a 8. éve várja a pécsieket a klasszikus zenével, és a Filharmónia Magyarország szlogenjéhez hűen ez az a fesztivál, amely leginkább próbálja bemutatni, hogy mit jelent az, hogy közel hozzuk a zenét, hogy kivisszük az utcára, egész nap szólt a zene a Széchenyi téren, a Kossuth téren, a Király utcába, bevásárló központokba, és ez ennek a fesztiválnak a célja, hogy megszólítsa az utca emberét, akik nem járnak a koncerttermekbe, Kodály központba, Bazilikába, viszont szeretnénk, hogy járjanak, és ezért csalogatjuk őket gyönyörű melódiákkal, ezért jött létre a mai koncert is, a mai este, ahol szimfonikus zenekar, szájharmonika, orgona lesznek a főszereplők, de nem mellesleg mindezt megkoronázza egy gyönyörű tűzijáték is, ami azt gondolom, hogy nagyon unikális módon a zene ritmusára fog a levegőbe repülni, és hát csak saját tapasztalatból kiindulva úgy gondolom, hogy ez nagyon különleges, mert máshol még én se láttam ilyet. Zeneszület Fesztiválnak ez most már hagyománya, ha az időjárás ezt engedi. A fesztivál alcíme a Billentyű ezer arca nevet kapta. A programok ugyanis tematikusan az orgona, a harmonika és a szájharmonika köré épültek. Mondhatjuk egyrészt úgy is, hogy a Billentyű ezer arca, de mondhatnánk azt is, hogy a Sípok ezer arca, mert itt a központi témája a fesztiválnak az orgona, a harmonika, a szájharmonika. Ezek a hangszerek, bármennyire is furcsán hangzik, rokonok. A tangó harmonika ugyanúgy sípos hangszer, mint ahogy az orgona, csak annak ugye több ezer sípja van, de még a szájharmonika is sípos, csak abban nagyon pici sípok vannak, a harmonikában már picit nagyobbak, kidolgozottabbak, és hát az orgonában pedig még nagyobbak, illetve a billentyű is közös ezekben a hangszerekben, az orgonának, a tangóharmonikának billentyűje is van, illetve kicsit a zongora is szereplője a fesztiválnak, és a mai estén mindhárom hangszer fönn van a színpadon, a szájharmonika, amit egyébként az angol mousse organnek, az a szájorgonának hív, nagyon helyesen, de lesz orgona és zongora is a színpadon ebbe a műbe, Saint-Saëns orgona szimfóniájába, az orgonának és a zongorának is nagyon fontos szerepe van. Bár ez a három hangszer különbözőképpen szólal meg, mégis összeegyeztethetők. Nehéz feladat, de egy személy csak a harmonikus hangzásért felel. Azért van a karmester, hogy a nagy szimfonikus zenekart, a 80 fős zenekart összeegyeztesse, de sajnos ugye a kültéri rendezvényeknél még fontosabb szerepe van a hangosítónak, tehát a karmester is, meg a művészek eltörpülnek, mert gyakorlatilag a hangosító kezébe vagyunk, hogy ő a potmétereket hogy állítja be, attól függ, hogy mennyire szép lesz a hangzás, tehát gyakorlatilag a hangosító a másod karmestere ennek a nagy szabadtéri koncertnek. A koncert végét tűzijátékkal koronázták meg, a fénycsóvák a zene ritmusára repültek a levegőbe, így nyújtva páratlan élményt nem csak a színpad előtt ülőknek, hanem az éppen arra sétálóknak is.
Szintén a Zeneszüret Fesztivál keretében egy különleges koncerttel zárták az eseményt. Sípok párbeszéde címmel rendeztek hangversenyt a Pécsi Bazilikában. Itt együtt szólaltatták meg az orgonát és a harmonikát. És már ránézésre két különböző hangszerről van szó, mégis a legközelebbi rokonok. Nem mindennapi párosítás az orgona és a harmonika. Sípok párbeszéde címmel rendeztek koncertet a Pécsi Székesegyházban. A hangverseny a Zeneszüret Fesztivál záró eseménye volt. Kéméndi Tamás harmonika művész, aki oktatja azokat, akik ezen a hangszeren szeretnének játszani. Azt mondja, nagyon örül, hogy egy ilyen koncert jöhetett létre itt Pécsen. Ugyanis orgonával még nem tudtam játszani eddig, főleg én nem ilyen nagy koncertem. Úgyhogy nagyon örülök, hogy a Filharmónia Magyarország lehetőséget adott erre, hogy Kovács Szilárddal ma itt játszunk. Én azt gondolom, hogy azért is érdekes koncert elé nézünk, mivel a harmonika a legközelebbi rokona az orgonának. És én azt gondolom, hogy a harmonikának is nagyon-nagyon jó helye van a templomban, akusztikailag is, és repertoárügyileg is. A harmonikának bár az is igaz, hogy van egy olyan féle felfogás, hogy egy picit még mindig a könnyű zenéhez csatolják, vagy a népzenéhez csatolják a harmonikát, de én azt gondolom, hogy elindult már jó pár évvel ezelőtt, de talán most kicsit rohamosabban is az a tendencia, ami szerint a komoly zenében is igen fontos helyet kap a harmonika, és én azt gondolom, hogy akár az orgona darabokat nézve letéteket szoktunk játszani. Nagyon-nagyon sok olyan darabunk van középiskolában is már, de egyetemen is, amiket tanulunk, vagy tanítok én is, ami nagyon-nagyon jól tud szólni harmonikán is. Ma a barokk zenétől egészen a 20. századig fogunk játszani ilyen viszonylag tág repertoárral. Én is úgy válogattam össze a műsoromat, hogy lesz egy barokk zene, pontosabban egy korai barokk zene, Pachelbel, F. moll sakkonya, lesz egy Scarlatti szonáta, ami már késő barokk, valamint lesz egy 20. századi zenemű, egy orosz zeneszerzőtől, Szolotárjev Ferapontyi kolostora fog elhangzani, és amit közösen játszunk, az Piazzolla Tante Anni prímája. Kovács Szilárd már 5 éve a Pécsi Bazilika orgonistája. Erre a koncertre azonban nem egyházi zenékkel készült, többek között Stanley és Sosztakovics darabok szerepelnek repertoárjában. Kinézetre valóban jelentős a különbség a két hangszer között, de azért rokon hangszerekről van szó, mind a kettő ugyanazon az elven működik, egy fuvor rendszer szólaltat meg sípokat, csak a harmonikában úgynevezett nyelvsípok vannak, az orgonában pedig nyelvsípok és ajaksípok is. Valóban a két hangszernek a társítása az majdhogy nem extrémnek mondható. Egy személyes élményemet mondom el, hogy édesapám harmonikán is játszott meg orgonán, és úgyhogy az első hangszer, amit hallottam, az a harmonika volt, mivel otthon nem rendelkeztünk orgonával. És valóban nagyon jól tud működni ez a kétféle hangzás. A harmonika nagyon expresszív, tehát dinamikára képes, közvetlen dinamikai árnyalásra.
Az orgona meg ugye szólamszámban tud, meg szólamvezetésben lehet egy komplexebb előadást nyújtani vele, és ez a kettő nagyon jól kiegészíti egymást. Eredetileg az orgona világi hangszer volt, éppen ugyanolyan elven működött, mint a harmonika, hogy az ember a térdére tette, és az egyik kezével fújtatott rajta, és a másikkal játszott, azon egy vagy két szólamban lehetett darabokat megszólaltatni. Aztán az egyház úgy mondom, hogy kisajátította magának ezt az instrumentumot, mert meglátta benne, hogy tulajdonképpen ezáltal, hogy ilyen végtelen hangja van, leginkább az isteni örökké valóságot fejezi ki. Tehát valószínűleg ezért lett ez a hangszer kiválasztva, és így a szakralitás kifejező eszközévé vált. Az egyórás koncerten a közönség is megtapasztalhatta, milyen közeli rokonságban áll ez a két hangszer. A hangverseny pedig valóban olyan élményt nyújtott, mint sípok közti párbeszéd. Idén kezdte meg 10. évadát a Zrínyi 1566 című rockopera. A legtöbb főszereplő már a kezdetek óta részese a darabnak, ám elmondásuk szerint a kezdés előtt még mindig izgulnak. A szereplőkkel és a táncosokkal a színfalak mögött beszélgettünk. Ha van közös akarat, ha van helyünk a nap alatt, ha tudunk közös szavakat, úgy mutassa meg magát, ha van közös felelet, ha együtt mondunk neveket, ha megkapjuk az eleget, úgy mutassa meg magát. Idén kezdte meg 10. évadát az Zrínyi 1566 című rock musical. Az előadást még 2009-ben mutatták be, azóta a csapat már több ezer kilométert megtett. Szigetvár hősét, Zrínyi Miklóst a kezdetek óta Sasvári Sándor alakítja. Óriási lehetőség, nagy felelősség történelmi hősöket alakítani, és ezek közül az egyik kiemelkedő az Zrínyi 1566 című musical operának a főszerepe. Egyszer majdnem kellett helyettesíteni, tudod, amikor a lovas balesetem volt, de nem tudtak helyettesíteni, úgyhogy aztán bepotoltam azt a pár egri előadást, ami elmaradt. Én nagyon boldog vagyok, jövőre lesz 10. éve, hogy bemutattuk ezt a csodálatos darabot, úgyhogy itt vagyok, és itt leszek remélem még sokáig. Nem csak Sasvári Sándor az egyetlen a főszereplők közül, aki a kezdetek óta az összes előadásban játszott. Dévényi Ildikót sem kellett soha helyettesíteni. Ez a szerelem. Tehát ha valaki megkérdezi, azt mondja, hogy Zrínyi, akkor mindenki elolvad. Aki egyszer megnézi a Zrínyit, az tuti, hogy visszajön és függő lesz. Az a gyermek, én hiszem, aki a Zrínyit látta, aki megnézte, az a gyermek más lesz. Tehát én ezt a darabot például kötelezővé tenném. Kötelezővé tenném, mert csodát tesz az emberekkel. Ezek a dalok, ezek a gondolatok, ezek a mondatok, ami ebben a darabban van. A szeretetről, a hazaszeretetről, az egymás iránti tiszteletről. Szóval erről kéne, hogy szóljon az életünk. Ha szeptember eleje, akkor Zrínyi 1566 Szigetváron. Ebben az időpontban a főszereplők sem vállalnak el mást. Csengeri Attilát a közel 10 év alatt egyetlen egyszer kellett helyettesíteni, számára az előadás egyfajta állandóságot jelent. Ugyanazt a szerepet, ugyanabban a ruhában, ugyanazokkal a kollégákkal, és azt tudom, hogy ha szeptember eleje, 7-e környéke, akkor az nekem Szigetvár, tehát azt az időpontot, ezt mindig lefoglalom előre, oda nem vállalok be semmilyen más fellépést, és akkor mindig arra gondolok, hogy milyen jó lenne, hogyha ez úgy nagyon sokáig kitartana az életemben, hogy így Sasival, ugye, akivel egy napon születtünk, ráadásul és mind a ketten csömöriek vagyunk, hogy Zrínyi, ugye az én főnököm és az ő kamarása, nagyon-nagyon sok éven keresztül még szeptember első hétvégén itt legyünk. A színdarabban közel 100 ember játszik. Színészek, statiszták, vitézek és természetesen táncosok, akik közül szintén akad még olyan, aki a kezdetek óta részese a történelmi rockoperának. Én voltam az egyik a nagyon sok régi táncos közül, aki ugye összerakta ezt a darabot, úgyhogy szó szerint a szívünkhöz nőtt, de ezt szerintem a többiek nevében is mondhatom. Hogy is mondjam? A szívünk így együtt dobban szerintem ebben a darabban. Tehát, hogy bármi történne, bármi elszólítana, valahogy akkor is mindig megoldjuk, hogy a Zrínyiben itt lehessünk és együtt legyünk. Akár nem csak a színpadon, hanem csak így együtt a kis közös banda. Melyik a kedvenc jeleneted? Talán azt emelném ki, amikor közel 100-an egyszerre fordulunk a közönség felé és énekeljük Ha van közös akarat című számot. Szerintem nagyon fülbemászó, nagyon szívmelengető, és én mindig beleborzangok.
Nekem a nő az asszony. Abban a csajok igazán megmutathatják, hogy hát mi csajok vagyunk, nem csak főzni tudunk, hanem táncolni is, meg harcolni is, és mi is odaadjuk magunkat, hogyha arról van szó. Mi is ugyanolyan. Olyanok vagyunk, mint az egrinők. Mint az egrinők, olyan kemények. Ennyi volt már a Pécsi kör, legközelebb egy hét múlva találkozunk, addig is viszontlátásra!